Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast 4. évadának 9. része, a mikrofonnál barkóci Norbert. A mai részben az Alien Romulusról lesz szó, és itt van velünk a vélen jutáni szóvivője, Bocska József. Szia, Jos! Sziasztok! Tudjátok jó, hogyha nem akartak lemaradni a következő podcast epizódról, iratkozzatok fel YouTube, illetve Spotify csatornánkra, Facebookon pedig TNG Profession néven találtok meg minket, ahol mindig az aktuális adásról láthattok infókat. Na de még mielőtt kiutaznánk a világűrbe és az éljenek világába, filmes, sorozatos aktualitások, miket láttunk mostanában, rovatunk fog következni. Én, én, kezdenék egy, egy, animációs filmmel, ami, ami nem rég jött ki, az Inside Out 2, az 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 agymanók második része, ami szerintem nem tudom, hogy Bénácska a magyar cím, vagy nem. De inkább azt mondom, hogy a kicsit bénácska, de lehet, hogy csak az agymenők című Big Bang Theory fordítása miatt ez az agymanók, ez nekem nem jön, de teljesen mindegy, nem ez, a, nem ez a lényeg. Szóval, hogy ez egy Pixar folytatás, és 2016 vagy 17 ben jött ki az első rész, úgyhogy azért már régebben volt, és az nekem nagyon-nagyon tetszett. Azok közé az animációs filmek közé tartozik, ami egyszerre a kisebbeknek és a nagyobbaknak is ad hát tartalmi mondani valót és vicces. Úgyhogy euh, nyilván sokszor van ez, hogy amit kicsiknek csinálnak, azzal a felnőtt csak szenved, elmegy vele a moziba, vagy megnézi, de mindegy, mindegy csak legyen túl rajta. Ez a film azon kevesek közé tartozik, aki, ami tényleg a, a, nagyobb korosztály számára is teljesen jó, sőt, és, és a második része sem hagyott kivenni valót maga után. Úgyhogy nekem legalább annyira tetszett, mint az első. És tényleg egy csomó ilyen, ilyen tovább gondolós dolog van benne, egy csomó poén, amin lehet röhögni, jók a, jók a karakterek, az új karakterek is bejöttek nekem, úgyhogy szerintem mindenki tegyen vele egy próbát, azoknak is ajánlom, akik, akik kicsit így, hát félnek így az animációs filmektől, mert ez, ez nagyon jó lett. Nem tudom, te látta, de... A kettőt még nem. Az első részét azt láttam, amikor kijött, az egy, szerintem egy pár éves lehet talán. Ez nekem is tetszett egyébként azért is, amit mondtál, kicsiknek, nájoknak, szerintem ugyanúgy bejöhet. Nagyon aranyos volt, jó volt a sztori, érdekes volt a sztori egyébként, tehát így, mint felnőtt, ö, szemmel nézve, tök érdekes volt egyébként. De a második részét még nem láttam. Ö, talán majd akkor, hogyha fent lesz valahol a streaming és a többi esetleg pont egy olyan streamingen, ami nekem is van, akkor biztos, hogy megnézem, tuti, de még eddig kimaradt. Ha valakinek esetleg nem lenne meg, ugye itt hát végül is a Pixar itt most az érzelmekről készítette egy filmet, ugye egy ilyen kis tini lány fejébe kapunk be pillantás a szószoros értelmébe, és az első részben megismert érzelmek egy ötös csapat mellé most újabb érzelmek is csatlakoznak, és ezt remekül remekül prezentálják. Szinkronosan nézted, vagy feliratosan? Feliratosan, eredeti hanggal. Egy ha megnéztem igazából a stáblistát, és egy pár karaktert lecseréltek, nem mindenkit az első részhez képes, de megmondom őszintén, ez nekem nem nagyon tűnik fel, mert azért a hangjukban is tudnak annyira játszani ezek a színészek, hogy ne legyen annyira feltűnő. Nyilván aki nagyon-nagyon-nagyon ismeri az adott karakter mögött álló hangot, az, az lehet, hogy felismeri, de szerintem ilyen szempontból nem, nem lógott ki. Az első részt szinkronosan láttam, és láttam social media oldalakon, hogy a második résznek a szinkronja is nagyjából ugyanaz lehet, szóval valószínűleg én is szinkronosan, vagy én szinkronosan fogom majd megnézni. Egy másik filmet is hoztam, ami hát ennek, hogyha lehet ilyet mondani, egy szöges ellentéte. Nicolas Cage egyik ö, újabb, ö, hát szerintem ez megint ilyen, ilyen nagyon ö, Nicolas Cage fanoknak ö, egy ilyen kiemelkedő mű lesz, Long Legs című a porom. rém. Így van, így van, a rém a magyar, magyar címhez kapta. És hát ez egy sátánista, kicsit misztikus, eléggé naturalisztikus, brutális képekkel operáló krimi, horror, van benne egy azért ilyen nyomozás nyomozásszál, de nem ez a történet, vagy, és hát nem ez a filmnek a, a legnagyobb erénye, hanem inkább az atmoszférája. Nicolas Cage-nek a, a, hát a szerepe az nagyon ilyen, nagyon ilyen kettős, egyrészt nagyon keveset szerepel a filmben, Ö, nagyon, nagyon furcsa kameraszögek is, beállítások is, teljesen, teljesen szokatlan. És viszont amikor a vászon van, akkor nagyon-nagyon nagyon elemi, nagyon-nagyon lehengerlő, nem ez a, nem ez a, ez a cage rage, ez a megőrlünk teljesen, az is van benne, de egy kicsivel, egy kicsivel másabb, és, és a félelmetesebb értelemben másabb, hogy, hogy így nézed, és így atya úristen. Úgyhogy a horror szerintem kötelező a long legs, szerintem az idei év egyik legjobb, legjobb horrorja. Ö, azt nézem éppen hogy hol lehet ezt megnézni, de nem nagyon látok. Hát a jó öreg tékában. A jó öreg tékában biztos, persze uh -huh. nyilván, de valami mozin kívül valami streaming szolgáltató, de nem top ki semmit. Úgyhogy már csak azért is kíváncsi lennék rá, mert ez a horror-thriller kategória és Nicolas Cage Uh, arra kíváncsi vagyok, vagy lennék nagyon, hogy hogy jön össze. Uh -huh. Figyelj, én én neked én látok, hogy hogy Amazon, Prime, meg Apple streaming szolgáltatók is azért szokták váltogatni a műsor kínálatokat, ha fogalmazhatunk így, hogy azért tudnak lekerülni dolgok is, de figyelj, én úgy vagyok vele, hogy ha valakit érdekel, azért meg fogja tudni találni ennek a módját, hogy hogy meg tudja nézni. Persze, persze. Én, én nem láttam, de lehet, hogy egy unalmas vasárnap délután így megnézném. Hoznék még egy harmadik filmet is, de ez viszont csak negatív példa, gyanánt, errettentés gyanánt. Borderlands című film, nem még jelent meg, nagyon hatalmas anyagi bukás, tehát az év egyik legnagyobb bukása között fogják emlegetni, kolosszális nagyon keveset hozott a pénztáraknál, szinte rögtön le is vették onnan, már a mozikból is ment a streamingre, hogy valamennyi kármentést tudjon folytatni. Akik esetleg a videó, videójáték kultúrában jobban benne vannak, azok szerintem jobban vagy jól ismerhetik ezt a, ezt a sorozatot. Három fő része, de még azt hiszem, több kiegészítője is megjelentenek a játéknak. First person nézetes, lövöldözős FPS játék, ahol még voltak benne R RPG elemek is, tehát lehetett azért gyűjteni mindenféle fegyvert, kiegészítőket, volt egy hatalmas, hát mégis egy sandbox, sandbox pálya, ami azt, azt kell érteni, hogy egy hatalmas nagy térkép, egy térképei világ, ahol szabadon lehet jönni, menni, abban a sorrendben Nyilván kis túlzással fel a küldetéseket, ahogy te szeretnéd, és akkor lehetett a karakterrel menni, fejlődni, de volt egy története is, és az egésznek egy ilyen nagyon abszurd, nagyon groteszk humora volt, nagyon jó szöveket írtak meg benne, és akkor az volt a játék, és akkor ezekből eljutottunk odáig, hogy készítettek egy filmet, ennek az ellenkezője, tehát, tehát borzalmas a történetet, azt nyilván valamennyire adott volt, nem tudok ezzel mellett, a tény mellett elmenni, hogy olyan színészeket castingoltak be, szerepekre, akik, akik így ilyen mondjuk 30-40 évvel idősebbek a karakter, az általuk játszott karakterhez képest, és két Blanchett, mint főszereplő, a Jimmy Lee Curtis mint, mint mellékszereplő, akiket alapból imádok, és nagyon jó színésznőknek tartom. Hogy kerültek a forgatásra ide? Tehát egyáltalán nem, egyáltalán nem, úgyhogy, úgyhogy Kevin Hart benne van, tehát ez, ez egy rossz szó, mert amiben sok ő szeret el, ez, ez már önmagában pontosan jó, ahogy mondod, ez már ön, önmagában bárazza a filmet, és, és egyszerűen borzalmas, tehát a vágástól kezdve a poénok, a karakter, hát szóval, szóval... A ez vágás ez is annyira érződött, hát, hogy nézted. Hát tudod, ez a, ez a, tucat, tehát, hogy, hogy, hogy persze Aha. pontosan meg tudod mondani, jó, egy kis beszélgetés, egy kis expozíció, elmondja ez egyik karakter a másiknak, amit tudni kell a nézőnek, aztán, aztán jön a kötelező CGI lövöldözés, verekedés. Szóval... Fuh. Tudod, amikor már ülsz a moziban, és még nem a filmet nézed, csak valamilyen filmet nézed, és az előzetesét látod a moziban mert Youtube-on nem láttad, mert miért láttad volna, hát nem dob fel neked a Youtube, és már a moziban ülve tudod, hogy ez nagyon-nagyon nem lesz jó. És, és amikor ez bebizonyosult, most ránéztem a box office-ra, nagyjából egy hónapja van kint a film, körülbelül, és a, a, ugye a 115 millió dolláros büdzséből a, world wide worldwide gross az tehát 30, 32-33 millió. Dollár. És ez a világ, ez már nem, nem csak Amerika. A, negyede, a negyedét hozta vissza annak, amit ráköltött. Illetve nem, mert ugye nyilván sokkal többet is költöttek ennél. Most nem tudom, hogy a, az, az a, az a sacolt büdzsébe, hogy benne van a nem tudom a Mark marketing is benne mm -hmm. van-e, vagy nincs. Ha nincs, akkor csak még rosszabb a helyzet. É, és erről szerintem a többször, vagy több ízben érintettük ezt a, azt a bevétel, költségek dolgot. Itt ugye nem is arról van szó, hogy ez a szám, a két szám a a, a és a bevétel az mondjuk megegyezne, akkor nullán, nullszaldón vannak, hogy nem, lesz, ezt, nem is számolják, mert itt a forgalmazói díjak, a mozik, ö, sokszor a, fel, több, vagy akár a felét, vagy még többet is el tudnak ebből vinni. Ja. A nemzetközi piacokon meg talán még durvább a helyzet, úgyhogy ezért is általában inkább csak az USA számokat szokták nézni. Szóval magyarul azt jelenti, hogy inkább ilyen dupla, két-háromszoros megtérülésnél szokták azt mondani, hogy ez már jó. Tehát, hogyha legalább kétszer annyit keresett volna, akkor ott nagyjából már hogy rendben van a dolog. Ez is sira, tehát ez, ez borzalmas kategória. Bo ahhoz képest botrány láttál-e mostanában valami említése méltót? Bár próbálok minél jobban felkészülni az évvégi top 10-re azért, olyan túl sok mindent, ami nagyon friss volt az utóbbi időben, nem láttam. Már a The Boys című sorozatnak lement a negyedik évada az Amazon Prime-on. Most jelenleg az van folyamatban, ugye 8 részes évadokat dobnak ki, Ah, még most a hatodik résznél járok, úgyhogy még van kettő. Az nagyon jó, továbbra is, én nagyon szeretem. Azzal nem soká végzek, illetve a napokban jött ki a The Grand Tour-nak az utolsó része, ami igazából egy, hát megint csak egy special ugye, kiadás, majd hogy nem egy, mozifilm hosszúságú rész. Az utóbbi időben már csak ilyeneket adtak ki. Rájöttek, hogy igazából nem nagyon van értelme az ilyen rendes szízenöknek, ahol van 10-20 rész egy évadba. Ráadásul ez a formáció, amit elkezdtek csinálni, az egyértelműen nem működött, szóval rámentek a special részekre is. Ugye ez, az, az, az a régi autós Top Gear sorozat. Így van. Ami így már jó pár éve, most már a The Grand Tour éven fut. I, igen, körülbelül nem tudom pontosan hány éve, talán négy-öt éve vehette át az Amazon őket, ugye a BBC után. A Top Gear megszűnt, annó, mindenki nagyon sajnálta, de aztán visszatért ez a legendás hármas formáció, ugye Jeremy Clarkson, James May és Richard Hammond személyében, és hát 20x évnyi szórakoztatás után ez volt az utolsó ilyen rész, amit közösen együtt kiadtak, és hát ugye gyászolja idézőjelben őket most a, az internet népe, sokan igazából nem, nem akarják megnézni az utolsó részt, mert egészen addig, amíg nem nézik meg az utolsó részt, addig tudod még van mit nézni. <laughs> szóval, de persze nyilván ez csak ilyen kis uh, vicceskedés. Uh, ez, ez, a, ez a kettő volt, amit mostanában így néztem és említésre méltó lett volna. Én is láttam a Grand Tour utolsó részét, szerintem méltó-méltó lezárás lett. Uh, jó sok ilyen kis visszaemlékezéssel és hát szerintem az autós a, a, szóra, elsősorban szerintem inkább szórakoztató és másodszorban autós tartalom kedvelőinek szerintem kötelező. Igen, igen, igen. És az évből van nekem még város címek, ugye azért most már ez a szeptemberi podcast epizód, szeptember végén megy ki, még azért van három hónap az évben a hátra. Mi az, amit még mondjuk tutira, hát mondjuk moziba fogsz nézni? Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyjából az év az már lement, egy valami van, amit még biztos, hogy meg fogok nézni, azt nem tudom, hogy moziban e, de ez a Joker lesz majd, talán attól függni, függ, hogy ki és mikor szeretné megnézni. Ha el tudok menni, elmegyek, hanem nem. Ez a Joker, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy kérdője, nagy Joker így az évben, mert én sem tudom még, hogy megnézni biztos meg de nem tudom, hogy tudunk-e podcast podcastet, lesz rá valaki jelentkező. Ha nagyon rossz lesz, szerintem azért is megéri. Ha nagyon jó lesz, akkor meg nyilván azért, de kicsit félek ettől a filmtől, és nem tudom, hogy mit várják tőle, úgyhogy... Nem hiszem, hogy rossz lesz egyébként. Tehát a színészek szemszögéből feltétlenül lehet rossz, most oké, okay. a főszereplő őt ismerjük, ugye korábbi Joker filmből a Hawking phoenix -et. Gagát is láttuk már filmben játszani, ráadásul olyan filmben, ami Oscar jelölést is kapott, nem tudom, hogy nyert egyébként a csillag szület, Csillagszületik a magyar címe? Valami ilyesmi. Igen. Nem tudom, mi volt. Megvan rá az esély, hogy jó legyen. Rossz, rossz semmiképpen nem lesz szerintem. De kíváncsi leszek. Egyszer biztos, hogy meg fogom nézni. Ha jó, akkor lehet, hogy kétszer is. Na jó, de mondtad, hogy az év azért nagy részben lement. Figyelj már azért. George Clooney és Brad Pitt újra egy filmben az Ocean, harmadik Ocean uh, 13 után újra egy filmben a Wolves, vagy évvégén jön érkezik még Ridley Scott gladiátor második része, Russell Crowe nélkül. Azért, azért na, na, itt, 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 nem. Hát én sosem voltam egy Gladiator fan, nem? <laughs> na no. Egyébként nem. Valamiért ez nekem így, nem azt mondom, hogy kimaradt, hanem úgy csendesen. Ha pedig az nem nyerte az oszkárt annól. Igen, azt tudom. Clooney és Brad Pitt filméről. Ön túl sokat nem hallottam, nem is olvastam róla, nem is nagyon jött velem szembe egyébként, megmondom őszintén. Szóval az nem tudom, hogy mennyire akar majd nagy dobást lenni. Szóval nem tudom, hogy erről mennyit tudsz hogy mennyire akarják ilyen blockbusternek, vagy vagy ilyen minde, mind a ketten, na most visszatérünk a filmben, hogy igazából nem kell visszatérniük, mert azért Brad Pitt az mostanában elég sok filmben szerepelt, Clooney annyira talán nem, szóval ő, ő ritkában, de azért ha ők ketten együtt, az, az biztos, hogy Érdemes megnézni. Azért lehetett ez, hogy nem jött úgy mond, veled minden szemben mert amúgy teljesen jogosan júristen Pitt, és Króni egy filmben, tehát ez egyik az év egyik, nem azt mondom, legnagyobb, de az egyik nagy szenzációinak kéne lennie. Itt itt a, itt a terjesztésben én azt olvastam, hogy a, hogy, a, hogy a terjesztésben voltak problémák legalábbis változtatások, tehát eredetileg moziba szánták volna ezt a, ezt a projektet, és el is kezdték még akkor úgy marketingelni, aztán kézifékbe húzva, és. és és az Apple azt mondta, hogy, 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 nem küldik mozikba, hanem egyenesen streamingre. Tehát Te ez 20... Apple, Apple, saját lesz? Igen, igen, igen. Az Apple TV pluszon Aha. lehet majd nézni. Ez a podcast szeptember 26-án fog megjelenni, és rá egy nappal később 27-én péntektől már lehet nézni a Wolves című filmet. Aha. Úgyhogy igen, erre egyből, egyből streamingre, ami tényleg érdekes minden esetre most, most így döntöttek. Ez nekünk jó hír, mert hamar fogjuk látni akkor. Térjünk is akkor a mai témánkra az Alien Romulus című filmre. Egy nagyon rövid is, hogy mindenki képbe kerüljön. Van nekünk egy elhagyatott űrállomásunk, meg egy ilyen bányászkolónia, kis, kis egy kis bolygónk, és ez az elhagyott űrállomás elkezdi, hát a légkörébe belépni ennek a kis bolygónak. Így vagy úgy, de oda kerülnek a főszereplőink, az már sejtett zugait elkezdik felkutatni, és hát az univerzum egyik legfélelmetesebb életformájával találják szembe magukat. Nagyon spoilermentes akartam lenni, de tényleg nagyjából erről van szó, nem a története a filmnek az erőssége, szerintem ezt már elmondhatom, de talán egyik élje filmnek... Vagy talán az Alien filmeket nem a történetükért nézzük elsősorban. Erre rá is tudnád húzni ugyanezt a sztorit nagyjából. Mm, így van, így van, így van. Úgyhogy ez, ez nem feltétlenül emiatt fog szenzáció, vagy nem ezért lesz kiemelkedő. De minden esetre, még mielőtt konkrétan ebben a filmben belássuk hogy jos, korábbi Alien filmek, mennyire szereted őket, hányszor szóval láttad őket, önmagára az alien univerzummal kapcsolatban te hogy állsz. Ugye azért itt van négy úgymond régi film, meg van két újabb, a Prometheus és a Covenantre gondolok, de hogyha mondjuk a tágabb univerzumot nézzük, akkor ott vannak az Predator filmek, az AVP filmek, Szerintem ez egy kicsit így nagy falat, úgyhogy talán első körben itt csak az Alien filmekre koncentráljunk. Igen, elég nagy falat. Én viszonylag későn ismerkedtem meg az Alien filmekkel, és most ide sorolnám az Alien versus Predator filmeket is, mert igazából én ott szerettem úgymond bele ezekbe a filmekbe. Az Alien vs. Predator, tehát a legelső, az 2004-es. És akkor már, akkor már úgy voltam a, a, filmekkel, hogy, hogy azért elég sokat néztem, elég sűrűn. És nagyjából amikor azt láttam, akkor tudtam, hogy van Alien hát nem trilógia, mert ugye négy rész addigra már kijött, és abból láttam is akkor nem mindet, egyet-kettőt, az Alien trilógiát egyébként, vagy negyedik része bezárólag, azt nem is ső, nagyon régen újra néztem őket, szóval mondhatni kétszer láttam egyébként az összes Alien filmet kb. Az Alien versus Predator első részét azt, hát azt nem tudom, azt, azt legalább 15-20-szor biztos, hogy láttam, elég kevés ilyen Elég kevés film van, amit én nagyon-nagyon sokszor megnéztem, de az pont közéig tartozik. Ez egyszerűen ilyen magával ragadó. Meg hát abban a filmben nagyon sokan dolgot is megmutatnak, amit a többi vagy Alien, vagy Predator filmben nem. Szóval kifejezetten érdekes tud lenni azoknak, akik így rajonganak értem. Illetve a Prometheus egyébként a Covenant annyira nem a Prometheus anna, amikor kijött, az 12-es, az is több mint 10 éves rossz belegondolni. Az viszont nagyon tetszett. Nem nagyon nyúltak mellé abból a szempontból, hogy amilyen elvárásod van ezekkel a filmekkel kapcsolatban, legülsz megnézed, és igazából felállsz, és azt mondod, hogy hát ez, ez jó volt, ez benne volt, ami kell. Nincs olyan film a franchise-ba, ami, amire azt mondanám, hogy hát ez borzalmas, tudod, meg nem éri meg, nem érte meg, meg nagyon rossz lett, mert nem azért nézi az ember, hogy talmas nagy érzelmi kitöréseket okozzon meg. Nem tudom, nem, nem oszkár filmek ezek. Azt nem tudom egyébként, hogy van-e, amit akár jelöltek, vagy bármilyen más díjat nyert. Esetleg a trükkökért el tudom képzelni, Talán, de, de nem éppen biztos. De nem olyan nagyszabású filmek ezek. Nem, hát a, leges-legelső film a, a 79-es az első éle, hogyha jól emlékszek, az, hát ez egy klasszikus B, B kategóriás horrorfilm. Ah, tessék. Úgyhogy úgy, nem, 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 nem. azt, hogy mondtad, hogy mindegyiket, mindegyiket szereted legalábbis, hogy nem tartasz egyiket se rossznak azért itt. Megoszlanak, a vélemények, itt több, több helyen is lehet azért vonalat húzni. Van, aki mondjuk az eredeti négy filmet jobban kedveli, és akkor vannak olyanok, akik aki, a Prometheus, meg Covenant, tehát azt az már nagyon nem. Aha. Azért egy kicsit azért másabb vonalat, jobban elkezdték építeni a mitológiát, meg, meg a, nem tudom, a biológiai részét így mögötte így jobban kibontották. Nekem is az azért Prometheus még tetszett, meg a mitológiai építés az általában azért az, az, az jó az tud lenni, főleg, hogyha, főleg, hogyha ezekbe van. A Kevin az már nekem gyengébb lett, azt szerintem, úgy, szerintem, csak, egyszer láttam. De visszatérve a régi klasszikus filmekre, azok közül is az első kettő, ami, ami hát tényleg a, a, a rajongók legszélesebb körében is azok, azok a, azok a top. Az első, az tényleg ez a nagyon kicsi, kevés szereplő szűk helyeken nagyon-nagyon a nagyon atmoszféra, nagyon-nagyon keveset látjuk a lényt és akkor is csak ilyen, ilyen, ilyen közeli, szuper közelikből szól egy-egy kis apró részletét. Második az ott már jóval akciódúsabb, akkor ott katonák, akkor ott lövöldözés, de, de annak is nagyon jó a dinamikája. És akkor a harmadik, negyedik részt, ott már azért a harmadik epizódot nagyon sok, az utómunka során nagyon sok ö, probléma volt, rengeteg vágása készült el annak a filmnek, még, még egy ilyen éplézzel ét, áll verziót kiosztak belőle, szerintem több verzió is kering Nekem úgy a negyedik rész is adja igazából. Az is ö, szaladtam így most vége kicsit így a részeken, legalább említés szintjén. Ezzel a, ezzel a te rendező Fede itt most így egy ilyen, hát én, best of, greatest hits, valamilyen válogatásszerű, a legjobb, legjobb pillanatok, legjobb jeleneteket szépen ki, kiválogatta szerintem az összes rész ami, ami neki, vagy szerinte azok, azok működtek. És ebből nem azt mondom, hogy egy, egy nyilván oké, okay. tehát hogy jótól lopni, az nem bűn, az inspiráció, meg hogyha egy forrásból lopsz, az, 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 plágium, de hogyha sok forrásból lopsz, az már diplomamunkának hívják. Szóval minden esetre igen, azért látjuk ezeket, de, de nem lett rossz az összkép, és azért azt sem szeretném elvenni tőle, hogy azért egy-két új ötletet, vagy új dolgot azért láthattunk itt. Ugye mondtad, hogy sok embernek a régi filmek tetszenek, és már a Prometheus és a Covenant annyira nem, ez egyébként tökre érthető, hiszen ugye a, a Prometheus 12-es a Covenant 17-es de most a, az első ilyen 79, a negyedik 97. Most gondolj csak például a, a Star Wars filmekről ott is nagyon sokan úgy vannak vele, hogy hát a, az új trilógia az egyszerűen összehasonlíthatatlanul köpedelem az elsőhöz képest de valaki meg pont fordítva van vele. Szerintem ez attól függ, hogy ki mikor csöppent bele ezekbe a dolgokba igazából. Abszolút érthető, hogy az első négy rész sok embernek sokkal jobban tetszik. Annó ugye máshogy csinálták a filmeket, más, más a hangulata a filmeknek, de amit te is mondtál az elsőben, hogy mennyire feszült tud lenni az egész film, szűk helyek, sötét minden, csak közeliket mutatnak, ez egyébként annó fura is volt. Nekem meg zavart is egyébként nagyon sokáig, hogy hogy csak ilyen közelről mutatják a, a, az élient, és nincsen egy ilyen nagy totál felvétel, ahol tölti ilyen rendes mozgások, vagy egy teljes ö, teste látszik, hogy tetőtől tapik, hogy néz ki. Ne adj Isten, a, a képernyő egyik oldaláról a másikra áthalad, és látod, hogy hogy léptet. Ilyeneket nem csináltak. Lehet, hogy azért, hogy fenntartsák a feszültséget, lehet, hogy csak azért, mert nem feltétlenül volt meg a lehetőségük 79-ben egy ilyen ö, Hát most idézőjelben összetett ö, dolgot ö, így megjeleníteni a filmvászon, de attól függetlenül, ahogy összerakták azokat a filmeket, az, az úgy, ahogy van élvezhető és megvan a maga atmoszférája, ami miatt végül is tetszhet. A Prometheus és a Covenant ismert végül is valamennyire minden Alien filmnek ugyanaz az, alap, az alapja, az űr, űrben játszódik egy csapatemberrel, akik valamit felfedeznek, valami történik velük, ami egyébként így kimondva unalmasnak is hangozhat. Végül is, hogyha máshogy csinálják, meg, és te csak egyszerűen szereted azt a, azt a franchise-t, akkor úgy is megnézed, úgy is tetszeni fog, és annyira-nagyon nem fogsz csalódni. Aki ugye rendezte a filmeket, ő. Író is és producer is volt itt most a Romulusnál, tehát gyakorlatilag bármit megtehetett, amit akart. Mondhatod, hogy összeollózta a régi filmekből, a, hát ha nem is az összes legjobb jelenetet, de tényleg olyan nagyon sok olyan dolgot belerakott, ami a régi filmeknek ilyen legendás jelenetei, amik számtalan helyen megjelennek. Még csak úgy is gondol ezekre a jelenetekre az ember, mint, mint ilyen lerágott csontokra tök jó, meg új ötleteket is felvezetett a filmbe, amiket én nem vártam például a nézés közben, hogy azt fogom mondani, hogy ez tök jó ötlet volt, hogy belerakták, nem is gondoltam volna erre, hogy ez még egy ilyen kis csavar is lehet a filmekbe, szóval ha azt nézed, hozta a régi filmek stílusát, de valamennyi kicsi újat is adott, és igazából ennél több meg nem kell ahhoz, szerintem, hogy egy ilyen filmet élvezni tudj. Akkor, hogyha úgymond fan vagy. Sokszor ugyanaz a uh, sztori, kapunk egy csapat embert, és akkor velük nyilván eléggé, eléggé, hát sajnálatos dolgok történnek. És szerintem az egyik ilyen pontja, hogy az egyik ilyen legfontosabb leg, uh, része az ilyen típusú filmeknél, nem is csak az alien hogy ugye mennyire hát lesznek szerethetőek, rokon a karakterek, mennyire tudják gyorsan és azért relatív alaposan megismertetni veled, a, a szereplőket, vagy legalább a főbb szereplőket, hogy Tudják, szorítani, tudják menni velük. Ez szerinted mennyire jött itt be most a, a, a Romulus-nál, ezért eléggé fiatal a szereplő gárda? én legtöbb színészt max. egy-két filmben a főszereplő hölgyet a Civil war láttam a polgárháborúba pár hónappal ezelőtt. az Endit alakító színész is, ugye, aki az Androidot játszott, szerintem neki volt a egyik leghálásabb szerepe, hogy szerepe. Ez a kettős, amikor a kis csipet áttették, akkor egyszerűen egyszer olyan volt. Ebben a szerepben szerintem ezt egy ilyen színésznek ez, ez egy ilyen jutalomjáték, hogy ilyen szélsőséges személyiségeket is meg tud, vagy egymáshoz képes legalábbis ellentétes, inkább úgy mondom, ellentétes személyiségeket. Úgyhogy szerintem amúgy a szereplők jók voltak. Te nem tudom, mennyire tudtál így velük menni, és így egyúttal mennyire izgulni értük. Endit játszó színésző nekem ismerős volt. A Csajszit a Chelsea nem mondtam volna meg, hogy láttam korábban valamelyik filmben, Egyébként szimpatikus volt a szereplőválogatás, ugye fiatalok voltak, ha azt nézed, akkor ilyen lázadó tinikként is le lehet írni őket, akik igazából a sorsból akarnak kitörni, és van egy lehetőségük is, feljel legyenest a falnak, rohannak úgy mond, hogy vagy sikerül, vagy nem. Tehát ilyen tipikus, akár lehet mondani, hogy ilyen kamasz viselkedés. Jól hozták egyébként a szerepet, valóban Andynek a, a szerepe lehet, lehetett az, ami a színészi alakítás szempontjából nagyon sokat tudott hozni, és egyébként hozta is. Úgy egyébként a többi karakter az számomra ilyen meh, elment, eljátszották, amit el kellett, olyan, olyan nagyon kirívó dolgot igazából szerintem egyik sem hozott, meg meg talán nem is éreztem úgy egyszer sem a film nézése alatt, hogy ez, ez a wow, micsoda alakítás. Szóval így hozták, amit kellett, és így nagyjából ennyi volt számomra. A film kinézete, az atmoszféra, a hangulata, az mennyire, mennyire volt beszippantó? Azért kérdezem, mert ebben a szempontból szerintem inkább az első részre próbált hajazni a film ezek a kis jó kis régi, úgymond ilyen ezer éves technológia, minden koszos, a gombok, a feliratok, ezek, ezek nagyon passzoltak így az Alien univerzumba, úgyhogy szerintem a látvány az így, hogyha valamire nem lehetett azt szerintem az. azt olvastam, hogy legalábbis a nagy részét a lényeknek, a, xenofom, xenomorfoknak is praktikus efektekkel mozgatható, meg nem is tudom milyen megoldásokkal mozgatták őket, tehát magyarán nem utólagosan, nem, nem kompjúter grafika segítségével, úgyhogy azoknak is így volt, volt is súlya, így, így, így amikor így moz, mozogtak vagy elindultak, azokat ilyenkor ezeket tényleg tök jó nézi összehasonlítás képe, hogyha esetleg valaki látta a harmadik Alien filmet, ahol, ahol először alkalmaztak szerintem uh, élénekre -al CGI-t, ott egy ilyen, 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 runner volt, talán valamilyen futós, ilyen kutya, valamilyen hibrid. Hát ott azért eléggé, eléggé gyengusz volt. Szóval itt, ja, ez tök jól nézett ki, de, és akkor nyilván is itt van egy nagy de, hogy azért volt benne egy CGI, az első részből, szintén első részből ismeretes androidnak a, hát a típusa, vagy a, a, sorozata, csak nyilván egy más néven futott. A néhai ilyen home játszottak egy pár évvel ezelőtt. Hát elhunyt így nyilván egy ilyen deepfake CGI valamivel újra élesztették a film erejéig, ami amúgy tök jó lett volna, ha tudod így, nem tudom, egy, egy, mondjuk egy, egy, zajos monitoron, monitor képernyőjén beszél, röviden, de olyan sok mindent kellett elmondania az új nézőknek. itt megint És csak nagyon közelről. És nagyon közelről. Közel Tehát ez, ez is egy ilyen expozíció dump, hogy dobta rád az infót, hogy tudjad már, hogy mi van, hogyha véletlenül nem tudnád, és uh, szóval az így nem, az, az, az nekem ja, az kicsit nagyon kilógott. Az nagyon jó volt a filmben, amit uh, mondtál, hogy kevés CGI-t használtak. És, és uh, ugye annó nyilván azért, mert nem volt CGI, viszont muszáj volt uh, megoldani uh, a filmrendező mindenki, hogy úgy nézzen ki a film, hogy ők azt akarják. Ezért iszonyatos meló volt abban, hogy nem emberi alakokat, ugye, hogy ábrázolnak. Brutál maszkmesterek, olyan uh, effektek, uh, olyan... Uh, iszonyatos szakértelem volt a, ezek, ezek mögött, a jelenetek mögött, hogy élvezett volt nézni uh, annó. És uh, mivel ebben a filmben pedig kevés volt a CGI, ami volt benne, azt, azt rendesen elbaszták, uh, vagy legalábbis nagyon-nagyon látszódott, hogy nem hozza annyira a szintet, de mindegy, tehát hogy... Nagyon jó volt azt látni, hogy, hogy olyan dolgokkal próbálták megoldani ezeket a részeket, mint annó. És talán ez miatt is érezhető volt a régi filmeknek az atmoszférája. Tehát láttad egyszerűen, hogy, hogy, hogy ott van, mozog, nem pedig egy green screen van mögötte, meg nem pedig egy számítógép által összerakott karakter is, és azt jó volt látni. Egyébként, meg ahogy kinézett, ahogy mutatták a xenomorfot, ugye kicsibe, nagyba, szerintem szerintem egyáltalán nem volt vele probléma, hibátlan volt, és nagyon jól mutatott. Az meg hát, hogy ott ugye a színészt meg kellett valahogy csinálni, mert már nem tudták, sajnos, ugye, vele felvenni azokat, amiket kellett. Hát láttunk már rosszabbat is, de láttunk már jobbat is. Úgyhogy. Lettem, ami lett. A régi filmekben, hogy ezeket hogy oldották meg, igen, ezeket a praktikus effekteket mindig dicsérjük, mert én is szerintem, szerintem a kettőnek a kombinációja, vagy sok szakembert, akiket hallottam, ezeknek a kettőnek a kombinációja, tehát az nem jó, hogyha egy egy green screen van, és akkor szavaz, hanem hogyha van referencia, vagy legalább megvan, megvan egy, egy modell tényleg építve, csinálva, és akkor azt referenciának tudják használni a, a, a CGI ö, ö, művészek, és akkor a kettőt így egybe dolgozni általában szokott a legjobb lenni, de még visszatérve tényleg mindig a régi filmeket kell, hogy, ke, hogy elővegyem, hogy nagyon keveset mutatták, főleg az első részben. És biztos, amit mondtál, az is közben játszett, hogy a, 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 a büdzsé, hogy nem volt rá költségvetés, hogy egy nem tudom egy, egy, egy egész teljes alakos olyat, ami még működik, tehát hogy nem tudom, vagy bebújik egy ember, vagy valahogy mozgatják ezt így megépíteni. De ez, ez jelentette az előnyét is, Hát nyilván kevés pénzből kreatívan kellett ö, dolgozni, és, ö, és, így akkor, akkor gondolom jöttek az ötletek, és, és, a másik az, hogy, hogy ugye minél kevesebbet mutass, van ugye egy ilyen, egy ilyen hát, törvényszerűségszabály, és hogy minél kevesebbet, minél kevesebbet látod, minél később, annál jobban épített fel a várakozást, hogy akkor egyszer, amikor viszont látod, helyában nagyon rövid ide, akkor az úgy üt, és elnyered úgymond a néző, elnyeri a jutalmát, hogy na, akkor végre jutottunk erre a pontra. És ugye, amit meg nem látsz, amit nem tudsz, azt az agyad, az emberi az, ugye azt az kitölti. És ugye mivel töltött ki? Hát, hát mindenki saját maga legfélelmetesebb képeivel, álmaival. Tehát, hogy mindenki általában mi szokott, hogy akkor csak, csak, a csalódás van, mert mindenki rosszabbra, mindenki másra gondol, de aztán megmutatod. ebben a, ebben a szempontból az ilyen régi horrorok sokkal-sokkal jobban tudták így megteremteni ezt a, ezt, a, ezt a hangulatot. Az új Jurassic Park szériát imádom ekézni, mert valami borzalmas. A legjobb rossz példa ilyen szempontból, hogy, hogy a régi, régi Jurassic filmekben is ez volt, hogy a, a full dinókat, mire megláttuk, nem tudom, hogy a játékidő hanyadik percibe kellett, hogy legyünk egy fél, három, négy óra legalább eltelt, és mikor az első t de azt is csak sötétbe, és akkor végre világosba is, és tök jó, tök jó érzés volt, és az új Jurassic Park 18. másodpercben már a t szétszedett két, nem tudom, velociraptort, és akkor haladjunk, és akkor így okcső igen, ez, ez egyébként érdekes, mert szerintem itt nem is feltétlenül azt számít, hogy régi a film, vagy nem, hanem hogy, hanem hogy az első rész. Mert ha belegondolsz, az Alien egy, az ott te akkor először találkozol ezzel, és nem tudod, hogy mire számíthatsz. A, most, most pedig, hogyha tehát nyilván beültünk a moziba, megnéztük a Romuluszt, tudtuk azért nagyjából, hogy mi fog történni, még akkor is, hogyha nem néztünk előzetest. Tudtuk, hogy hogy fog kinézni a úgymond a film fő gonosza, vagy fő ellensége. Zárójában azért megjegyezném, hogy nem teljesen, mert volt azért még egy kis plusz a végén. Ezt már visszatérünk, igen. Igen, de azért, de azért nagyjából tudtuk, hogy, hogy mi várható. És ilyenkor meg azért, de bármennyire is próbálják felépíteni a feszültséget a filmben, nem tud akkor átütni rajtad, mert már láttad. Az egybe, amikor megnézted, és először láttad, na az tudott ütni mert nem tudtad, hogy mire számíts, és ott még a fantáziád dolgozott sokkal jobban. És ugyanez egyébként a Jurassic Parknál is, amit mondtál, hogy igazából az új részeknél nincs értelme húzni, mert úgy is tudod, hogy hogy néz ki, mit csinál, mi lesz. Lehet, hogy ez is benne van. Annó no, a Jurassic Park első része, hát imádtam. Hát az egyik legjobb film volt akkoriban. Ja, jogos, van, van benne valamit mondasz, és um, Jurassic Park, Dinók, Alienek, Star Wars, ez már annyira popkultúra része, hogy egyszerűen, aki aki ott soha nem látott egy sztárval sem, egy gyűlöli, meg nem is néz, meg egyet, az is, az is tudja ki ez a Darth Vader, tudja ki ez a Yoda, mindenki tudja egyszerűen, és, és ja, igen, ilyen szempontból nehéz hát, újat, hogy megkökkentőt letenni, hogy meg, ha meg, ha meg, ténylegesen leraksz valamilyen, mint ami tök új, akkor meg nyilván a rajongókat tolsz ki, hogy figyelj már, miről van szó, Star Wars, -lás példa, itt is volt ilyenre, úgyhogy ha nagyon elmegyünk a kiindulási anyagtól, és újra gondolunk dolgokat, az igen, jogos, 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 hogy elsőnek nehéz lenni, de hát vannak ilyen előnyei elsőnek nehéz lenni, de sokadiknak, meg hogyha így nézzük, meg még nehezebb, mert most, hogyha három év múlva csinálnak még egy ilyen filmet, akkor attól mit fogsz várni? Nagyjából ugyanezt. Ami nem baj egyébként, mert ugyanabban a környezetben egy másik sztorit megnézel, ami tök jó. De ott már nem fogod úgyse azt kapni, amit annó kaptál. A film vége felé, ugye, hát um, láthatunk egy új, egy új lényet, egy ilyen um, egy, egy új, új hibridet, hogyha aki látták a prometheus és esetleg a Covenant-et, azért uh, azok uh, azok, hát nem azt mondom, hogy számíthattak rá, de szerintem ők nem lepődtek meg annyira, hogy ez egy, ugye. Az egész nagy lórról nem beszéltünk, a, a mitológiáról, meg a történetéről, hogy itt mit is van, hogy, a, hogy az engérek miért is, meg hogy is fejlesztik a dolgokat. Szerintem nem is menjünk be, hogy nem annyira ez a lényeg, most nem menjünk bele, hanem ugye az a lényeg, hogy van ezek kis fekete, valami glue, valami kis anyagunk, ami, ami, ami hát ez <coughs> ezzel próbálnak valamilyen vegyi fegyvert Te létrehozni. A szénom, vonják ki az orvosok és mérnökök és próbálnak valami, hát, igen, de, valami ugye a, DNS A prometheus ugye ezzel indítottak, vagy hogy, vagy hogy az életet is ez alapján, meg hogy valaki megissza, és akkor abból a DNS-ük összekeveredik, és ilyen hipergyorsan akkor valamilyen új lény születik, és akkor a Prometheus-ba ugye nyilván ez volt, hogy Szíves akkor így tudtunk tüzének hívták. Így van, így van. Így el több lépésben a, a jól ismert xenomorfig, és akkor itt nyilván itt megint egy kis csavar, Megint valaki hát. sztori szempontjából érdekes módon, de magában nyomja, és akkor, és akkor hát megszületik ez, a, ez az, új hibrid, ami viszonylag hamar felnő. <laughs> nagyon hamar felnő. Van a filmnek azért egy-két ilyen kis logikai buktatója. Gondoltam, hogy beszélgessünk esetleg arról is. Nekem például az nagyon gyenge volt az a, az a jelenet sor, amikor a facehuggerökkel teli szobán csendben átmentek, és előtte meg a hőmérsékletet felemelték, hogy a saját testhőjükre, de kinyitották az ajtót, és onnantól kezdve ezek az ajtót, szóval, azok nem voltak szerintem annyira erősek. Ezek a amikor a karakterek teljesen baromságokat csinálnak, és az ismeretlen cuccot magadba belenyomott terjesen, szóval... De, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg, hogy a végén előjött ez a, ez a förtelem, ez a abomination, tehát, hogy ilyen... ilyen Leírhatatlanul, tehát, hogy már egy jó pár ilyen, ilyen groteszk, ilyen, ilyen nightmare fuel szép magyar kifejezése, tehát én tényleg ilyen, ilyen rémálomnak, ilyen rémálom jó üzemanyag. Üzemanyaga, pontosan. Úristen, hogy ez, ez hogy sikerült, szóval, az, az nem. nem befejezem most, csak azt akartam mondani, nem tudtam, vagy nem számítottam arra, hogy meg tudnak lepni egy ilyen kaliberű filmben, egy ilyen groteszk valamivel, de sikerült. Ö, igen, és furcsa, hogy pont a rémálom üzemanyag jelzőt használtad rá egyébként, mert én ahogy megláttam a moziba, hogy hogy néz ki, nekem egyből a Freddy Krüger jutott eszembe, ugyanis a, az ő filmjeiben nagyon sokszor úgy, tehát nem a hogy mondjam, nem saját magaként ábrázolják, mint karakter, hanem mit tudom én például, van olyan, hogy valakinek a testén megjelennek ilyen kiütésszerű izék, és ezek ezekben a kiütésekben az ő arca jelenik meg például, ami egy kicsit eltér az ő valódi arcától. És akkor... És aki erre kíváncsi, az meg a TNG Podcast második évad, a negyedik epizódját, ahol a az elmúlt sorozatról beszélgettünk. Í így van. Freddynek az arcát is nagyon ö, sokféleképpen jeleníti meg a, a franchise. Amikor néztem ö, ezt a, ezt a creature-t, ami kibújt a csajból, egyből az ugrott be, hogy ez... Úgy néz ki, mint Fredinek valamilyen ilyen nagyon elbaszott alteregúja. Távoli Uncsi tesója. Távoli Uncsi, ja, ilyen távoli Uncsi, akit két testvér nemzett. Ja, szóval nagyon, amúgy iszonyat jól megcsinálták. Tehát nem is tudom, mikor láttam utoljára ennyire, hát nem is tudom, nem, nem undorító, hanem, hanem ez a megnézedés, ez a meg mi ez. Nagyon király volt. Nagyon, nagyon ocsmányul nézett ki, nagyon félelmetes, de... De, ez de, ebből a, a szempontból, módon. mivel ez volt a cél is, így szerintem ezt így sikerült elérni, nagyon hatásosra sikerült. És azt nem tudom, hogy az mennyire volt CGI egyébként. Szerintem nem, azt sem. Jól emlékszek, van, de ebben, amik most száz biztos van, ez a nagyon magas kosárlabdázó srác, és akkor hogy ő volt, ez a nagyon vékos, nagyon, maga, nagyon vékony, nagyon magas, és szerintem ő, ő volt a ruhába, vagy legalábbis ő és még CGI, ha, ha jól tudom, igen, igen, de a kedves hallgatók, hogyha utána néznek, akkor nyugodtan javítsanak ki majd a kommentbe, hogyha van Nöjjük más. Mondjuk az így. a srác is creepy hosszú végtag, meg nagyon vékony. És, és, hát még, a, még a, a címre is visszautal, így gyakorlatilag a lény, ugye a, a Romulus és Rémus történetét, hogyha meg emlékszünk történelem óráról, ugye, hogy Róma alapítása is, hogy a két gyermeket ott hagyták, elhagyták, és akkor jött egy anyafarkas, és akkor a, ő az anyafarkas a saját tejével, nem tudom, táplálta a kicsi gyerekeket, hogy felnőjön, hát ő, hát itt is az anyja táplálta ezt a lényt, csak nem magától, meg nem úgy, de hát végül is igen, szóval... Igen, ez egy ilyen nagyon halványan felfedezhető párhuzam a, a történelem a lakjai és a film szereplői között. Ja. Romulus és Remus. Szerintem ezek alapján elmondhatjuk, hogy, hogy legalábbis nekem, hogy amúgy tetszett a film. A, Covenant-nél sokkal-sokkal-sokkal jobb. prometheus amik nem tudom, de szerintem Elmondhatom, hogyha csak az Alien, ha hét darab Alien filmet nézzük, szerintem a Romulus, nem tudnám most jobban belőni, de szerintem a dobogóra felférre. Felférre. Talán. Talán befér valóban. A, a hét közül? A hét közül szerintem a top háromba. Talán. Talán. Lehet, hogy erős, lehet, hogy erős, és később megondolom magam, de, de talán beférre. Top négyet mondanék, mert a Prometheus azért az, az nagyon, az nekem az nagyon tetszett. az, az nem... Én ilyen egy, egyértelműen, hát nem tudom, necces, de egyébként valóban, tehát a jobbak közé tartozik, ez, ez biztos. A pénzügyileg is elég jól teljesített. Én a büdzsére ilyen 80 millió dollár környéki számokat kaptam, találtam, és hát csak az USA-ba kicsi a több mint 100 millió, nemzetközileg már 330, és hogyha jól láttam, akkor, akkor az idei év legjobban teljesítő 18 pluszos filmje, tehát ugye Amerikában az R besorolásra rá azok közül azt hiszem a idén a legjobb. Na most inflációval én nem számolgattam a régi ilyen filmekkel kapcsolatban nyilván, de a Prometheus után ez volt a második legnagyobb, ami ilyen film, tehát a három közül. És akkor a szokásos ajánló része fogjuk zárni a mai podcastünket is, akinek esetleg az Alien Romulus bejött, azoknak hoztunk még hasonló e, műveket, most direkt így nagyon mm, rejtélyesen fogalmazok. Én most első körben nem egy filmmel, hanem egy játékkal készültem, ami nem más, mint a Dead Space sorozat, ez is még annó, még én PlayStation 3-on játszottam ezer évvel ezelőtt, azóta folytatása is van nekenek a játéknak, és szerintem, hogyha ha, ha, videójátékról van szó, akkor, akkor az éljenek hangulatát, talán a Dead Space nevű játékhoz a legjobban. Picit, picit hasonló lényeket kell itt is gyepálni, és egyedül az űrben, űrállomásokon, és, és nyilván nagyon félelmetes az atmoszférája ennek a játéknak, általában nagyon keveset lehet látni a környezetedből, sötét van villodzó fények, a sarok, sarkon rádugró szörnyek, és nyilván is brutalitás, tehát általában ott, ott, végtagokat kellett hát, a, amputálgatni, hogy tovább tudjál jutni a szörnyeken, úgyhogy én, én főleg az első részt ajánlom, de de szerintem bármelyik a szériában az, az tudja hozni a színvonalat. A témánál maradjunk, az Alien versus Predator Szeretném Ezt nem tud el, elengedni mi. Ezt soha nem fogom elengedni. Ö, és és a második része mi van? Az AVP2. Requiem, uh, vagy mi Nekem az? az. Requiem, igen. Uh. De ne, figyelj nekem, én arról nem szeretnék beszélni. De azért, nem mert, hozta. azért, mert. Már azért, mert amúgy az is tetszik neked, csak nem mered, nem mered. Nem be Nem, nem, az sajnos az <laughs> az, az <China laughs> az, az erre nem mondható el. Nem, az nem történt meg annyira nagyon számomra. Viszont az egy. Az ö, ismét kiemelném, bátorítanám a kedves hallgatókat, hogy ö, nézzék meg akkor, hogyha valamennyire is ö, kedvelik ezt a. Hát most az Alienről volt szó az élen franchise, de akkor, ha még nem látták mindenképpen, mert. Ö, új oldalát mutatja meg mindkét hát fajnak idézőjelben. És, és, olyan, olyan dolgokat láthatunk abban a filmben, amiket máshol nem. És ha valaki még mondjuk nem, tegyük fel, nem látott még ilyen filmet, és nem látott még Predator filmet se, akkor is, akkor is ajánlanád, hogy első filmnek az AVP-t? Um, ez nagyon jó kérdés akkor talán nem. Mert az a film az megérdemli, hogy tudta két, a két lénynek a sztoriát valamennyire azért. Tehát egy svarci, egy svarci predátor, meg egy alien egy, azért legyen meg előtte. Úgy érzem, hogy lesz egy, lesz egy podcastunk akkor majd az AVP-ről, majd valamikor a jövőben. Ezt adnám. Ú, adnám. De, mert téged nem fognak meghívni rá, szóval. A hallgatóknak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Igen, remélem, többen hallgatnak, mint egy ember, és akkor itt voltak. Jogos, tőle Jos, neked meg szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt voltál, legközelebb is várunk majd téged szeretettel. Legközelebb pedig egy hónap múlva fogunk találkozni. Hát Jokerrel, reméljük, de nem veszek rá mérget, hogyha, hogyha olyan lesz, akkor lehet, hogy előhozzunk valami más, de, de lehet, hogy Jokerrel. Valahogy lehet valami kotut kihúzunk a fiókból helyette. Igen, 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 igen. Addig is jó podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és egy hónapban fogunk találkozni. Sziasztok. Sziasztok.